Csak tudnánk, mit mond a róka. Van a gyereknek egy könyv, amiben benne van a hang. Én azóta nagyon büszkén tudom, mi van az internet végetáblán túl. Az angol egyébként úgy mondja, hogy ugat, és tényleg. Igen, valóban ugat. Ezt mondja a róka. Tehát akkor a mai téma az a hírek félremagyarázása. Igyekszünk sajátos, zárt osztályos megközelítésből megvizsgálni a híreket. Tehát? Tehát félremagyarázzuk. Aha, az menni fog. Az első hírünk az az, hogy a Tesla a világ legértékesebb autógyártója. Nekem eddig is az volt. Mi a hír? Csődbe ment a többi? Nem, csak reálisan vannak most már végre beárazva, a Tesla meg nem. Ezzel kapcsolatban volt egy másik hír, ami arról szólt, hogy a tőzsde az új sportfogadás. Tesla irgalmatlan mennyiségű autót gyártott annak ellenére, hogy a Covid miatt elméletileg lezárásra kerültek a gyárai. De tudjuk, hogy azért, mert a gyárakban nincsenek emberek. De voltak, mert hogy berendelte az alkalmazottakat annak ellenére, hogy már kijárási korlátozások voltak a helyszínen. De bejárási nem, akkor bemehettek. Lehet, hogy bent voltak, amikor elrendelték, és ezért nem mehettek ki. Lehet, hogy ezek ilyen bentlakásosok. Home office. Na, de hogy a home office-nak egy teljesen egyedi megközelítését alkalmazta a Tesla, a gyárat alakította át otthonná. Aha. Hát a munkás otthonba bevitte a gyárat, így van. Ennyi. Végül is. Ez Magyarországon egy csomó hivatalban is működne. Ott is alszanak az íróasztal mögött az emberek. Ja, én sokkal inkább egy ilyen sorházi struktúrára gondoltam, mert én pozitív felfogású vagyok, hogy lehetne úgy csinálni, hogy a munkafázisokat azt egy ilyen sorházi rendszerben oldod meg. Van minden ház alatt egy ilyen az utcával párhuzamos, tehát mondjuk egy garázsokra keresztirányú gyártósor, és akkor az utca elejétől a végéig mindenki valamilyen munkafázist visz, és akkor így átolja a szomszéd kertbe, amikor ő elkészült. Ha? És akkor mindenki otthonról dolgozik, mert a hátsó kertben a félkész anyagok, meg a leszállítandó autók azok, meg akármi, amit összeszerelnek, ugye mindenből géppuska lett, azokat úgy várhatnak egymásra. És akkor otthon is dolgozunk, meg nem is. Mit szólsz ehhez? Csináljunk ilyen sorházi munkásszállókat. És teljesen Covid biztos is. És akkor be tud dolgozni a család is. Mindenki így van. Szorgos kezek. Az más? A fürge ujjakra gondolsz? Azt elfejtettem. Tessék, lehet, hogy így csinálta igazából ő is, nem kell mindig rosszat feltételezni. Különben is egy annyira automatizált gyára van, hogyha jól emlékszem, ilyen, tudom én, százas nagyságrendű ember dolgozik összesen a gépeken, még mindenféle összeszereléseken, tehát mondjuk egy hagyományos gyárhoz képest tized mennyiségű ember, ott a másfél méteres távolságot biztos, hogy teljesen jól lehetett tartani, tehát az is lehet, hogy egyébként szabályszerű volt a működés, mert csak telefonon hallottak egymásról azok az emberek, akik elvileg benn voltak a munkahelyükön. A tavalyi évben volt egy hír, ami arról szólt, hogy már annyira túlautomatizálta a gyártást a Tesla, hogy bizonyos munkafolyamatokat visszaadtak embereknek, mert azt már nem volt érdemes gépi erővel csinálni. Ezt sajnos nem olvastam. Mert hogy túl komplexek voltak azok a folyamatok, és drágák voltak a gépek. Az emberek még mindig olcsóbbak. De várjál, akkor ezek már kifejlesztett munkafolyamatok voltak, bevezették, és rájöttek, hogy olcsóbb lenne mégis emberre? Amikor tehát a még az üzemeltetése ki, is olcsóbb az emberrel? Amikor a gyártósort alakították ki és programozták fel a gépeket, akkor jött ki, hogy bizonyos munkafolyamatokhoz olyan drága a robotizálás, hogy azokra már nem gépeket alkalmaztak. Tehát ugye egy gyártósort, ja, akkor nem amikor több gyártósort raknak föl egy gépgyárba, akkor csinálnak először egy prototípust. Jó, csak ahogy elsőre elmondtad, azt értettem, hogy először megcsinálták, és akkor utána az implementáció közben jöttek rá, vagy utána, hogy hupp, ezt olcsóbb lenne, hogyha inkább mégis valaki csinálne. Akkor már nem olcsóbb. Innen jött a kérdés. Ha már az európai autógyártást említed, a Mercedes-Benz az egyik kedvenc témánkat, az előfizetéses autó értékesítést fejezi be, szünteti be nem sokára, mert hogy nem volt jó az értékesítési szám. 2018-ban Atlantában vezették be ezt az előfizetéses modellt. Hát gyakorlatilag ilyen leasingként bocsátották rendelkezésre az autókat, és havi díjon lehetett hozzájutni akár 30 különböző modellhez is, a szokásos ilyen autó asszisztans szolgáltatásokkal együtt. Tehát ez valami meccete a leasingnek, amikor hosszú távú előfizetésed van egy autó folyamatos használatára, meg ennek a perc vagy kilométer alapú kölcsönzésnek, amit mi a városban ismerünk most már. És akkor ez a modell halt ki valahol. Nem csodálom. A Ford a hasonló szolgáltatását tavaly év végén hagyta abba. A
Cadillac, ez meg 2018-ban, akkor, amikor a Mercedes indította a sajátját. Úgy látszik, még mindig van egy olyan igénye az embereknek, hogy az autójuknak a tulajdonosai is legyenek. Igen, az ember szeret veszíteni pénzt, mert ugye tudjuk, hogy az autó a létező legrosszabb befektetések egyike. És mégis bennünk van ez a birtoklási vágy. Ha már bezárások, azt hallottad, hogy az indiaiak utazási korlátozást vezettek be az alkalmazásokra? Kínából nem engednek be most már 59 androidos alkalmazást. 59-et? 59-et. Miért? Hát ezek a jellemzően a TikTok és társai, amelyi WeChat, amelyekkel kapcsolatban elég sok biztonsági kockázat volt már fölvetve, és úgy gondolták, hogy ebből elég lesz. Pár héttel ezelőtt volt, hogy az indiaiak kollektíven elkezdték a TikTokot leminősíteni, és akkor a 4,9-es rating hirtelen bezuhant 2 alá. Elég sokan vannak. Ezt a Google későbbiekben korrigálta, törölte az összes indiai szavazatot, és visszatornázta ezzel 4 valamennyire a TikTok ratingjét, és erre válasz az, hogy most hatóságilag is betiltják ezt. Igen, a szolgáltatást. Igen, ez a háborúnak a 21. századi formája, hogy az amerikaiak a kereskedelmi vámokkal dolgoznak, az indiaiak sokkal inkább nyilván a számbeli felhasználói, fogyasztói fölényüket próbálják érvényesíteni Kínával szemben, tehát ha arra gondolsz, hogy hány user, mennyi hirdetés és egyéb bevétel az, amitől így Kína elesik, ezért a világ népességének az 1/6 India, az egy komoly csapásmérés a kínai gazdaságra, valószínűleg már szemmel látható, úgyhogy igazából csak szolgáltatásokat nem veszünk tőlük igénybe. Például Magyarország ugyanezt az eszközt nem tudná használni. Ami különös ebben, hogy valójában India nem ad ilyen szolgáltatásokat, nincsenek hasonló állami helyi szolgáltatásai, ezzel igazából az amerikai szolgáltatók felé tolják a mérleget. Mondjuk nagy bajban lesznek, mert ha jól látom, akkor a Facebook viszont lelövi a lasszót. Szóval nem fognak tudni mit kezdeni enélkül. Muszáj lesz simán Facebookozniuk. Emlékszel az Ötvös Színházban az híres számot, amikor a zenebohóctól állandóan elveszik a hangszert, hogy hagyja már abba? És persze. Előhúz egy másikat, hogy van másik. Van másik! Hát természetesen a Facebooknak is van másik, hiszen a Facebook egy pár hónappal ezelőtt azt hiszem az Instagram Reels néven indította el a hasonló szolgáltatást, tehát igazából a lasszó leállítása az a Reels-nek a terét biztosítja. Mondjuk ezt a csoportot is már expertnek kell lenni, hogy követni tud, hogy mi kihez tartozik. A Facebook nagyon kinőtte magát az eredeti ilyen azonosítsuk be a haverokat feladatkörből. Tényleg jogosan emlegetjük egy lapon a Google-lel, meg az Apple-lel. WhatsApp, Reels, Insta, ez mind ugyanoda tartozik már rég. Mindent tudnak. Tudod, ki emlegette még őket egy napon az Apple-lel, meg a Google-lel? Na? Hát a szenátus nemrégiben ugyanis meghallgatásai invitálták finoman a vezetőiket. Szerintem a vallomástétel egy jobb kifejezés vagy fordításra, nem? Lehetőséget kaptak bevallani bűneiket. És utána letérdelhettek a golyónyomok elé. Ő. Közben ez a szenátusi meghallgatás, ez nem tudom, hogy hozott-e valami átütő sikert. Milyen témában idézték be őket? Privacy kérdésekkel kapcsolatban, hogy a múlt heti adásunkban, amit említettünk, azoknak a törvény előterjesztéseknek a áttekintése során tűnt úgy, hogy beidézték őket, amiben rájuk fog hárulni egy igen költséges és új moderációs szerep, valamint az a felelősség, hogy az elhangzott, közösségi hálózatokon elhangzott információkért ők is felelősségre vonhatóak legyenek. Tehát ha két rossz arcú egy, nem tudom, terrortámadást szervez WhatsApp hívásban, ami ugye titkosított, és ez utólag valahogy kiderül, akkor azért ők is felelősségre vonhatók? Aha. Hát mondjuk így azért nyújtson szolgáltatást az amerikaiaknak, akinek két anyja van. A rémhír terjesztésére inkább. Tehát, hogy ha valaki ezeken keresztül publikál olyan híreket, amik nem valósak, és a moderátorok nem veszik ezt észre, akkor... Na jó, de szóban? Igen. Vagy egy videóban elhangzik, és nem veszed észre? Így van. Ez az kell, hogy minden videót át. Ebből tavaly volt egy elég komoly botrány, arra emlékszel? Hogy a videókat, amelyeket azt hiszem pont a Facebook felvett, és megpróbált feliratozni, kivonatot készíteni belőle, vagy szöveget kivonatolni belőle, azokat kiadták a harmadik félnek, anélkül, hogy ez bármilyen szinten nyilvánvalóvá tették volna a felvételt készítőknek, és ők olvasták össze a szöveget. De ott az volt az érv, hogy nem a feldolgozáshoz, nem az AI betanításhoz adták ki ezt eredetileg? Nem. Nem betanításhoz volt kiadva,
a szövegellenőrzés volt a feladat, tehát amit az algoritmusokkal fölismertettek, azt kellett összeolvasniuk a külső cégnek az eredeti felvétellel. Jó, az tehát a betanításnak az a része, amikor ellenőrzött, hogy jól fut-e már, kvázi a tesztfázisban. Igen, ez viszont pont azzal járt, hogy emberek olvasták össze, nem gép. Igen. Tehát, hogyha egy AI betanításról van szó, azt szépen átpörgeted egy szerverparkon, és embernek nem kell hozzáférnie, ebben az esetben viszont végig kellett hallgatni a embereknek azokat a szövegeket, amiket átírt automatikusan a gép. Igen, erre emlékszem. Ez szerintem inkább ilyen jogi szerződéses blabla, mert tehát, hogy egyik oldalról elvárjuk, hogy mindent lásson, a másikról viszont, hogy ezt úgy csinálja, hogy közben mégse látja valaki. Van egy ilyen természetes lépés ahhoz, hogy ezt meg lehessen oldani AI-val, ez pedig az, hogy valahogy meg kell tanítani. Szerintem ez a mindkét oldalról kapott egy pofont kategória. Én nem szeretnék Amerikában szolgáltatni, bár passzám nincs erre esélyem. De lehet, hogy felhasználó se igazán szeretnék lenni. Nem csak felhasználó, lehet, hogy hirdető sem lehetnél lenni, mert hogy nemrégiben jó pár cég elkezdte a Facebookot bojkottálni, aki egészen korábban hirdetőkként jelent meg náluk. Méghozzá azért, mert olyan témáknál, cikkeknél jelentek meg a hirdetéseik, amikkel nagyon nem tudtak azonosulni, mint például a politikai közlemények, amelyeknek a üzenete a Facebook előírásait sértette ugyan, de mivel úgy értékelték, hogy hírértékű, ezért nem törölték, csak megjelölték, hogy ez egy hírért anyag. Akkor is, hogyha az uszító beszéd volt, ha hazugságokat tartalmazott. De a bannerbox ugyanúgy megjelent, és ott így van, és a hirdető az nem nagyon értett ezzel egy. Hát a nagyokat húzza egyébként az ág is. Nemrégiben Németországban az Amazon dolgozói sztrájkoltak, mert olyan körülmények között kell dolgozniuk a COVID-19-es fertőzés veszélynek kitéve, amit tiltanak egyébként a német törvények, meg a józanész is. Hát ugye az új német kócpont az éppen egy üzem, és nyilván az üzemek és mindenféle gyárak, raktárak, azok ilyen szempontból kevéssé a felhasználók és a munkavállalók kényelmére vannak tervezve. A német ipar kicsit olyan, mint a japán, hogy így a célra optimalizál, nem az ember. De ezt hogy lehet megváltoztatni rövid távon? Én értem, hogy ez így most nem jó, sőt, támogatom is, hogy legyen felhasználó és COVID-19 kompatibilis, de ezt hogy lehet vajon rövid távon megcsinálni? Ilyenkor ezeknek a sztrájkoknak a valós értelmét keresem, hogy mire számít a kiíró. Gondolom, szeretnék, hogyha meglennének azok a körülmények, amik ilyen minimálisnak számítanak, tehát a social distancing, a másfél méteres távolságtartás. Bontsunk el két raktársort. Megfelelő tisztálkodási, fertőtlenítési lehetőségek. Most nem azért, de képzelj el egy Amazon raktárhangárt. Az így az én fejemben egy ilyen pár ezer négyzetméter alapterület, ahol 10 vagy több 10 méter magasan állnak a polcsorok, és ezek között nyilván annyi hely van, hogy így egy gép beférjen közéjük, ami le tudja emelni a csomagokat, vagy a dobozokat meg fel tudja tenni, de az egész arra van optimalizálva, hogy a gépek maximális szélessége ismeretében a lehető legtöbb dolog férjen el a lehető legsűrűbben. Most itt hogy lehet emberek számára élhetőbb körülményeket teremteni, úgyhogy elkezdett felszámolni a helyet, ahova pakolni lehet, és akkor ennek rovására növelni az emberi életteret. Minden második sort leállítasz, tehát csökkented a kapacitásodat. Így van. Ez mivel fog járni akkor tehát? Azzal, hogy több területet kell bérelni, hogyha ugyanannyi csomagot akarsz tudni kezelni és tárolni. Hát vagy kevesebb csomagot kézbesítesz. Valószínűleg ezt választja inkább kevésbé, tehát valószínűleg akkor költségnövekedése lesz, ami valószínűleg nálad fog megjelenni felhasználóként az árban. Vagy a szállítási határidőben, igen, hogyha kisebb a raktár, akkor kevesebb dolog fér be, tehát többet kell várni, mire berendelik és onnan kiszállítják neked. Hát, a COVID egyik újabb hatása. Nem elég, hogy hozzászoktattak minket ahhoz, hogy online rendeljünk, de most a raktári munkások rájöttek, hogy fontos szerepük van a helyzetben, úgyhogy élnek is vele. Az alkupozíciójuk megerősödött. Az online rendeléssel kapcsolatban nem tudom, hogy hallottad-e már a John Smith nevet. Uh-huh. Ez a úriember, vagy legalábbis valaki, aki ezt a nevet használja, az utóbbi több mint egy évben az online kereskedőknek a rémálmává vált. Ugyanis állandó jelleggel végigmegy bizonyos boltokon, különböző dolgokat belehelyez a kosarába, majd azokat nem veszi meg. Ezzel nyitott kosarakat hagy mindenhol maga után. Amik ugye blokkolják a termékek eladását egy jó darabig. Másrészt pedig terhelik azokat a rendszereket, amikben ezt létrehozta,
Ugye azt gondolná az ember, hogy ez egy teljesen egyszerű virtuális kis izé, de valójában nem, mert elfoglalja a raktárkészletet, illetve olyan mennyiségű emlékeztető e-mailt küldtek neki automatikusan arról, hogy neked már ott van a foglalt termék, és biztos meg akarod-e venni, hogy bizonyos szolgáltatókat egyszerűen letiltották, mert hogy spameltek, idézőjelben spameltek postafiókot. Valami megkeseredett vásárló, kis nyugdíjas, aki nagyon ráér. Ki csinál ilyet és miért? Vagy a konkurencia bombázása? A vágyott termékek alapján elkezdték összeállítani ennek az embernek a profilképjét. Tehát azt, hogy mégis ki lehet. Azokból a termékekből, amiket berakott a kosárban, látszik, hogy egy csónak tulajdonos, vagy csónakhoz, vagy kishajóhoz van hozzáférése. Kishajóhoz inkább, igen. Csekk könyveket. Monogramozott csekk könyveket vásárolt, tehát valószínűleg egy pénzügyileg kicsit... Régi vágású, igen. De legalább igényes, mert ilyen bőrkötésű monogramos csekkfüzeteket akart venni. Hozzáteszem, a monogram már önmagában sugal. A monogramja azonos a aliaszával. Ilyes. Az bárki lehet. Vagy nem. Vagy csak azt nézte meg, hogy az milyen lenne. És egy romantikus alkat, hiszen Valentin napra kinézett valami óriási Valentin napi üdvözlőkártyát is. Akárki lehet. Leszűkítettük pár millióra a potenciális vásárló körét, mert most akkor gondold végig, hogy te mit csinálnál hasonló esetben. Ha ki akarnál szúrni egy webáruházzal, akkor olyat vennél, amit magadtól mindig veszel, vagy olyat, amiből nem jönnek rá, hogy te vagy az, amit mindig szokszál. Nem hiszem, hogy ez ennyire túlgondolt tevékenység lenne. Szerintem inkább valaki, aki internet hozzáféréssel, igen, anyagi erőforrásokkal nem rendelkezik, álmodozik arról, hogy dolgokat megvásárol magának, és összerakja a kis kosárkájába, hogy ha majd leszek, ezt mind megveszem. Te azt gondolod, hogy ez egy álmodozó, aki romantikus indítatásból összerak álomkosarakat, aztán nyilván nem veszi meg, mert nem tudja, vagy mert... Igen, hogyha ki akarna szúrni a bolttal, akkor annak ezer más megoldása lehetne. Ez hatalmas rés a pajzsom. Gondold meg, egy csapatmunkást egy hétig csak azzal foglalkoztatsz, hogy a mondjuk 20 legnépszerűbb magyar webáruházban óránként csináljon egy ilyen nagytételes kosár összeállítást. Azzal a magyar kiskereskedelmet meg lehetne bénítani. És nem kell hozzá még hackernek se lenni, ezt nem tudom, egy tucat ember meg tudja csinálni neked fillérekből. Az egész modell alapjait lehet megölni vele. Főleg, mivel ilyen szolgáltatásokat Indiából tudsz rendelni. De lényegesen olcsóbban tudod ugyanúgy megrendelni Indiából azt, hogy dédoszolják le az egész szervert. Ennél? Ja igen, mert az már egy létező módszer. Jó, de az ellen van védelem is. Ez ellen nincs. De pont ugyanaz a védelem, letiltják azt a címtartományt. Mindenki máshonnan. Egy-egy webáruházat. 12-en körbejárnak egy hét alatt. Ezzel nem tudsz csinálni semmit. Nem fogsz tudni vele semmit sem kezdeni, nagyon vicces. Pedig nagyon sokan le tudják tiltani a felhasználókat. Például hallottad-e, hogy a Reddit és a Twitch kit tiltott ki egyszerre? Persze! Hát az amerikai elnököt. Igen. Az alapján, hogy de Donald, azt hittem, hogy a kacsát. Azt miért tiltották volna ki? Ő jó fej. Gatya nélkül flangál mindenhol. Nem azon csodálkozó, hogy tud beszélni kacsa létére. Azt hiszem, valamelyik epizódban sült szárnyas teve, késsel villával. Én már nem csodálkozom. Nem tudom egyébként, hogy mennyire tudatos az, illetve hogy mekkora stáb dolgozik azon, hogy az ő megnyilvánulásai internetre kerüljenek. Biztosan sokan vannak, mert egy ember ennyire hülye önállóan nem lehet. Ezt challenge-elem, mert azt gondolom, hogy sok embernek összehangoltan ilyen konzisztensen hülyének maradni még nehezebb. Ebben is van valami. Tehát én azt gondolom, hogy összebeszélni, hogy ezt fenntartjuk, hogy koffefét írunk ki egy Twitteren, majd posztolunk valamit teljesen valóság alapot nélkülöző Redditen, úgyhogy ezek mindig nagyjából ugyanabba a körbe essenek, amiket minden moderátor most már elkezdett kiszűrni, és ráírni, hogy figyelj, ez valószínűleg teljesen eltér attól, ami az igazság, de ezt mindig pont ugyanarra a határa áttenni, az nem egy egyszerű feladat. Különben mikor dolgozik? Ezt már akartam kérdezni korábban Musktól is. Ő az az amerikai elnök, aki a lehető legkevesebbet dolgozik. Tehát hivatalos munka ideje van, és ez egy ilyen pár óra naponta. Nagyon sok időt kifejezetten azzal tölt, hogy a média jelenlétét erősíti, illetve... Ez a közvetlen kormányzás? Hogy így a néppel mindent megoszt, amit gondol, és ettől ő közel kerül hozzájuk? Olyan, mintha mindig ilyen lakossági fórumokon lenne? Viszont innentől a Twitchről... De várjál, a Twitch az nem az a játék streamelő platform? Hát nem játék kizárólag, streamelő fórum. Akkor a golfmeccseit adja? A Redditen, ahol ugye teljes egészében kitiltották egy időre, a Facebookon pedig, amint az előbb említett... Hát ott csak feliratozzák, hogy óvatosan
jelölik. Igen. Ez hírértékű, ezért nem vesszük le annak ellenére, hogy nem értünk vele egyet. Hát vagy ismerten nem igaz a tartalom. Pedig azokat a megnyilvánulásokat, mint például, ami Twitch-en kampányolt, amikor olyat mondott, hogy amikor Mexikóból jönnek az emberek, akkor nem a legjobbak jönnek. Nem téged küldenek, olyanokat hoznak, akik problémákat hoznak hozzánk, drogokat hoznak hozzánk, bűnözést hoznak, erőszaktevők. De biztos, hogy van közöttük jó ember is. Ez így, úristen. Elnézést a szabad fordításért. Nem volt ez olyan rossz. Szürreális. Nagyjából ugyanannyira szürreális, mint hogy a deepfake az iparosodott. Lassan eljutunk odáig, hogy a CGI után már az embereket is hamisítjuk, és ez videó szinten fog működni. Aha, akkor most már értem, az előzővel összekötve, amit az imént mondtál, hogy akkor lehet, hogy az a stáb, aki Trumpnak a megnyilvánulásait csinálja, az deepfake technológiát is használ? Lehet, hogy nem is Trump van benne. Lehet, hogy ő nincs is ott? Hanem maga Walt Disney. Őt nem javaslom. De lehet, hogy Trump nem is tud golfozni, és nem is jár golfozni, hanem valaki oda megy, és amit a Redditen látsz róla videó, meg az Instán, az nem is róla készült, hanem valaki bárki másról, aki deepfake-elve van oda. Borzasztó dolgokat lehet már előállítani deepfake-eléssel, tehát azzal a technológiával, ami egy ember mimikáját, arcát, fejmozgásait egy másik emberére ráhúzza videóban. És mindezt élőben. Hát, vagy legalábbis élőnek tűnően, általában ezek az utófeldolgozások azért időt vesznek igényben, de még mindig töredék időt vesz igénybe egy deepfake-kel például előállítani azokat a már nem köztünk levő színészeket, mint például, amit a Disney a Star Wars-ba csinált. Azt CGI-jel csináltak még annó. Tehát egy ilyen Carrie Fisher jellegű, alkatú színész, hogyha eljátsza ugyanazokat a rövid jeleneteket, amiket most a valamelyik Star Wars-ba már nélküle vettek föl, akkor tized annyi idő alatt készülhetett volna el. És ezek alapján ilyen óriási szereplőgárdákat is föl lehetne húzni, mint Humphrey Bogart Bruce Lee-vel játszik. Igen, igen, igen. És mindezt úgy, hogy egyetlen ember játssza el az egészet a valóságban. Igen, azért célszerű, hogyha legalább a... Tudom, testalkat. Az igen, az a stimmel. Egy dolog az, amit nem tud ezt pótolni. Méghozzá a színészi játékot. Hiszen az, hogy ráhúzzák a mimikát az arcforma... Ahhoz kell egy jó mimika. Ahhoz kell egy olyan mimika, ami legalább olyan jó, mint az eredeti, és ilyen gumiarcú színészeket nem lehet vele visszahozni, csak olyan beugrókkal, akik legalább hasonló képességekkel rendelkeznek, azok meg nem fogják adni az arcukat. Tehát pont, hogy a saját hírnevüket csökkentenék azzal, hogy szerepelnek egy olyan filmbe, amiben nem is ők magukat. Nem feltétlenül, mert ha belegondolsz, már a Gollamot játszó színészt is javasolták Oscarra, pedig hát ő ugye nyilván nem a saját képében jelent meg, és talán ugyan ő volt, aki a Majmok bolygójában a főmajom, azt most így elfejtettem, hogy hívják, szerepét töltötte be, és ha jól emlékszem, akkor is javasolták Oscarra. Tehát, ha ismert, hogy ilyen technológiával készül a film, akkor lehet, hogy a Walt Disney arcát a sajátja helyére retusálni hagyó színészt ugyanúgy hajlandó piedesztára emelni a nagy közönség. Ez olyan, mint a népszerű szinkronhangok, hogy igazából nem ismered az arcot ahhoz a hanghoz, amit hallasz, de szeretsz, mit tudom, egy Gesztesi Károlyt nagyon szeretsz hallgatni, bármilyen szinkronban szegény, már nem fogod új felvételeken hallani, mert valamiért az ő orgánumát szerepekkel, szereplőkkel összekötöd, és ez jó. És lehet, hogy ugyanez meg lesz majd ezeknél a virtuális színészeknél, és ennek majd lehet, hogy lesz valami új neve is. A mimika kölcsönző. Például virtuális színész. Az nem jól hangzik. Ezt most szerintem védessük is le. Volt egy disztópikus sci-fi, amelyben olyan szappanoperákat közvetítettek, amiben pontosan ezt lehetett megcsinálni, hogy a nézőnek a deepfake-je volt az egyik színész. Tehát gyakorlatilag olyan szinten vonta be a szappanoperába a tévéőt, hogy ő maga volt az egyik szereplő. Tehát ez a jövőnek egy lehetősége, hogy te magad szerepelhetsz bizonyos filmek, bizonyos szerepeiben. Ez egészen hihetetlen. Végül is hülye vagyok. Hát ilyet az Xbox default tud, amikor a te karakteredet megjeleníti. Ugye? Viszont ebben az esetben szerintem meg fog nőni az ártosztály kihasználtsága, hiszen sokkal több skizoid lesz. A beleéli magát, a saját magát megformáló színész szerepébe. Hiszen tegnap láttam magam megcsinálni a, mondjuk a kamion tetején a Tigris bukfencet Jackie Chan. És akkor a tusolóban éneklő X-faktor sztárokból néhány éven belül jönnek majd ezek a virtuális szereplő válogatók.
ki tudja jobban eljátszani ezt a szerepet, de ez milyen jó műsorkoncepció, ezt így el is tudom képzelni a Kert TV-n, hogy adnak egy arcot, aki majd mindenkire rá lesz húzva, tehát nem látod azt a színészt, aki ezt a valóságban eljátsza, nem vagy befolyásolva az ő alkata, fazonja megjelenése által. Ott van egy adott szerep, és a casting az úgy néz ki, hogy eljátsszák, fölveszik neked semlegesítve a te figuráttól azzal a műarccal, amivel éppen látni akarják, és kiválasztják az 5-10-32 jelentkezőből azt, aki a legéletűbben, legszimpatikusabban a tesztelő. Anonimizált casting. Tényleg a lényegre fókuszálva. Aha. Te. Ez egy jó ötlet. Deepfake casting. Aha. Szerintem ezt most lehet szabadalmaztatni Amerikában. Viccen kívül. És ezt lehet csinálni online is. Ugyanakkor egy ősi castinggal kapcsolatos tevékenységnek emelnél ezzel gátat. Azt is lehet deepfake-elni. Úgy emlékszem, hogy az volt az iparág első lépése. Én a szereposztó díványra gondoltam, amit innentől ki kell tolni a stúdióból. Én ezzel arra akartam utalni, hogy azok, akik a castingot végzik, lehet, hogy nem annyira szeretnék azt, hogy megfelelő befolyásolhatóság maradjon meg ebbe a kiválasztási folyamatban. Már csak ilyen szempontból is örülnék, hogyha elterjedne a deepfake casting, hogy elkerülnénk ezzel egy ilyen a MeToo kampányban kifogásolt elég hibás iparági berögződést. Már csak erre is jó lenne. Tudod, mire lehetne még jó? Ott vannak ezek a mindenféle virtuális asszisztensek, amikor fölhívsz egy telefonos ügyfélszolgálatot. És akkor van egy call center, és a call centerben fölveszi egy valaki a telefont, bemutatkozik, hogy Pista Mária Otto Géza, már most is vannak ugye a videós szolgáltatások, és lehet, hogy hamarosan megjelennek tényleg a hologramosak, ahogy ez már néhány ilyen kísérleti megoldásban meg is van. És képzeld el, milyen jól meg lehetne csinálni, hogy az egyes cégeknek egyetlen ilyen hologramos asszisztense van, és függetlenül attól, hogy milyen valós életbeli asszisztens az, aki téged kiszolgál a valóságban, a holografikus vagy a videón megjelenő személy, az mindig ugyanaz. Ezzel lehetne egy konzisztens image-et sugalni a felhasználó felé, tehát hogyha te fölhívod az Allianz-t, akkor mindig ugyanaz a kenguru image jelenik meg, csak most így gyerekkorom Allianz kengurujai beugrált a képbe. Vagy a fundamentánál mindig a róka válaszolna neked, és a rókára deepfake-kel ráhúznák azt a valós mozgást, gesztikulációt, amit egyébként az ember szervizdesznél csinál. És közben hallanád persze az ő hangját, vagy azt is lehetne a rókának egy ilyen fiktív torz hangjára húzni, és ezért te, amikor fölhívod, akkor a brand image része lenne, hogy a róka beszélget veled. Szerintem erre lenne vevő. Illetve, ha már, akkor a Beavis és Butthead visszatér a képernyőre. Arról olvastál? Szerintem ez így az MTV-nek lehetett két klip között egy-egy ilyen bevágása, és kb. Ennyi maradt meg. De sose láttam belőle egy részt. Igen, csak... az MTV-nek abban az időszakában volt, ahol az MTV elsődlegesen még zenéket sugárzott. Igen, az egy elég fura elfajzás. Lehet, hogy ez volt az egyik olyan sorozat, ami utána megalapozta ennek a végét, igen. Hiszen valóban klipek között voltak, illetve a speciális igényűek számára hozták a klippeket, majd nőttek ki ebből egy önálló műsorra, majd most a Comedy Central hozza őket vissza. Pedig ez nehéz lesz a mostani Black Lives Matter időben. Remélhetőleg nem egy fekete és egy kínai Beavis Butthead fog megjelenni a képernyőkön 2021-ben. Politikai korrektségnek a jegyében? Diverzitás. Ez most nem polkor, ez most diverzitás. Így erre gondoltam. A deepfake-ről jut eszembe, hogy nem csak színészeket deepfake-elnek, hanem húst azt is. Nem, azt megmondtuk előre. Azt nem deepfake-elik, megtanultunk végre rendesen műhúst gyártani, és megalkották az általunk fél évvel ezelőtt vizionált műhús nyomtatót. Méghozzá vegetáriánus alapanyagból. Figyelj, a Burger Kingben is lehet kapni valamilyen ilyen vegán műhús burgert, amire anyukám, aki mindenből az eredetit legjobbat szereti, és a húsból a húst, azt mondta, hogy basszus, ez jobb, mint az eredeti. Szóval ne írd le. Lehet, hogy ez már finom, csak nem merjük megkóstolni. Képen, amin ezt bemutatják, hogy hogy is néz ki a 3D nyomtatott műhús, nekem úgy nézett ki, mint amikor... A darált húsa a Tesco pultban. Nekem egyébként nem az jutott eszembe, hanem minthogy ilyen kis adagolókon keresztül kis, mi ez ilyen, fonalkákat úgy nézett ki, mint amikor édesanyám kötögetett, és a levágott fonalvégek, vagy egy subaszőnyeg lenne. Remélem az íze azért annál egy picit jó. Miért azt kóstoltad? Nem, de azért el tudom képzelni, hogy a falon lógó subaszőnyeg egy pár hónap után mennyire poros. Mert ha nem lenne poros, szerintem ne kóstolgass. Már ez is valamilyen szinten poros lehet, hiszen porból csinálja. Akkor űrben gyártható? Megvan a jövő kajája, ha megyünk a Marsra. Kérsz egy jó sztéket? Nyomtatok neked egyet. Ha emlékszel, ezt nagyjából valamikor január körül beszéltük, hogy lehet majd letölteni mindenféle gurmi recepteket, megveszed a hozzávaló alapanyagot. 3D nyomtató. Így van, nyomtató.
kinyomtatót, és csak bedugod, és azt mondod, hogy akkor ezt a kettes menüt kérem a Kostesz mai étlapjáról, és otthon kinyomtatod magadnak. Tehát most már tényleg valóságá válhat az Inside Out sajtburger nyomtatása, hogy kívül van a hús, belül a zsemle. Mondjuk azt eddig is meg tudhattad csinálni, csak venni kellett hozzá két sajtburgert. Nyomtatni ugyanakkor nem kellett hozzá, de... Nem, a húson belül? Ja, hogy beleteszed a húsba, úgy, mint a Juicy Lucy-ban benne van a sajt, most a zsömlét kívánod bele nyomtatni? Igen, igen, bár mondjuk azt most is meg lehet csinálni, ez kuka. De egyébként kifejezetten szeretem a Juicy Lucy-t, méghozzá általában kék sajttal, annak van talán a legjobb íze, de azt vettem észre, hogy hiába a nagy kézműves hamburger forradalom, azt elég kevés helyen lehet kapni, pedig szerintem nem annyira bonyolult előállítani. Úgyhogy ha lehetne ilyet nyomtatni, és finom is lenne, lehet, hogy az lenne az egyik első dolog, amit kipróbálnék itthon. Amerika egyébként furcsa dolgokat tud csinálni, például nem annyira tartják azokat a korlátozásokat, amiket más országokban sikerült bevezetni a COVID-19 visszaszorítása érdekében. Ennek köszönhetően hatalmas fertőzési mennyiségek vannak, sikerült elérniük az egy napon a plusz 50 ezer regisztrált fertőzöttet. És ez ugye még mindig csak a regisztrált. Ez csak a regisztráltat jelenti. Most arra jutottak odáig, hogy kötelezővé tették a maszk használatot. 5 hónapja úgy terjed náluk a járvány, hogy nem volt kötelező a maszk használat, ami nálunk szinte az első pillanattól. Ami ellen nagyon sokan elkezdtek rögtön háborogni, de ez főként annak köszönhető, hogy rossz volt a kommunikáció, hiszen azzal próbálták ezt a maszkot megindokolni, hogy arra való, hogy megvéd a környezetedet az esetleges fertőzésektől. Ők magukat akarják megvédeni, a környezetük annyira nem zavarja őket, annyira nem, hogy július 1-től az American Airlines 100%-os kihasználtsággal fogja a repülőit indítani, pontosabban értékesíteni az a járatra a jegyeket. Ezt a United Airlines már megtette, ők eleve nem ritkították az ülőhelyeket, így gyakorlatilag azok, akik repülővel utaznak, a belső légcserélésen keresztül elég valószínű, hogy gyorsan tudnak majd megfertőződni. Talán ők is abban bíznak titkon, amiben a Vizer, éppen olvastam a júniusi statisztikáikat, most már felfutóban van újra a repülős utazásoknak a piaca, és a helykihasználás az dinamikusan nő a mélyponthoz képest, de valami közel fele a helyfoglalásoknak végül nem válik valós utazásra. Azt hiszem ez volt a május-júniusi statisztikájuk. Lehet, hogy ugyanebben bízik a United is, meg az American Airlines is, hogy ugyan befoglalják az egész gépet, de a valóságban csak fele annyi ember lesz, és akkor úgy még mindig biztonságban vannak, viszont cserébe kifizették, tehát van sok-sok bevételünk. Én úgy tudom, hogy ez amúgy is viszonylag jellemző volt a fapados légitársaságokra. A túlfoglalás az teljesen normális, így van. Az, hogy ők teligépeket akarnak indítani, az azt jelenti, hogy a statisztikákban meghatározott túlfoglalásokkal fogják ezt elérni. Tehát ott ténylegesen minden ülésen ember fog. Bízunk benne, hogy nem. Egy előny biztos, hogy van, hogy az American Airlines, a United Airlines, a Delta Airlines, a JetBlue és a Southwest is kötelezővé tette már a maszk használatot. Kivéve azoknak, akik esznek, isznak, fiatal gyerekek, vagy olyan orvosi problémával rendelkeznek, ami miatt nem tudnak maszkot használni. Várjál, a repülőn eddig is volt maszk felszálláskor, induláskor, ott a futópályán mindig bemutatták neked a stewardessek, hogy hogyan kell a fejed felül kipotyogó maszkot a fejedre húzni. Most az kötelezővé vált innentől? De azt jellemzően nem használták. Sőt, az sem, amit a velencei karnevára vennél föl. De jó, de szerinted változtattak a policy-n? Vagy azt mondják, hogy ha ezek már úgyis kihullottak, akkor nagy valószínűséggel már a repülőnek is mindegy, szóval... Azt olvastad, hogy a Vézen... Ne is mondd! Most már behozták azt, hogy meg tud adni, illetve hogy a vezető meg tudja adni, hogy milyen hangulat van. Eddig is meg lehetett adni, régen is voltak ikonok, hogy mit tudom én, nyugodt vagy, vidám kislány, vagy vidám cica vagy, ez a kedvenceim egyike volt, vagy vidám térképszerkesztő Tyrannosaurus Rex, de pont a héten találkoztam a frissítéssel egyik reggel, amikor így beindítottam a Waze-t. Nagy boldogsággal üdvözölt, hogy akkor új emotikonok jelentek meg, hogy ki tudjam fejezni, hogy milyen hangulatban vagyok, és egyrészt szerintem csúnyábbak lettek, másrészt meg ez tipikusan az a fajta fejlesztés volt, hogy a kezét eltörném annak, aki ezt az üzleti igényt jóvá hagyta, mert szerintem ilyen felhasználó igény nem volt, hogy én az eddigi 32 helyett most 32 másik ikonnal szeretném kifejezni a hangulatomat. Sokkal jobban örültem volna valami valós funkcionális fejlesztésnek ugyanennyi pénzbe. Ez úgy vicces, hogy ingyenes szolgáltatás. Ugyanakkor, ha belegondolsz azt, hogy ezt bevezették, ezzel igazából az, aki élni fog, aki ezt használni fogja, annak nem hozzáadott értéket teremt, hanem hozzáadott kockázatot okoz. És képzeld el, amikor ideges vagy, eléd bevágnak, hülye a forgalom,
120-szal mész a belső sávba, és akkor beállítod, hogy végre szabadnak érzed magad, mint a madár. Közben meg előtted a nyerges vontató. Nem tartom jó fejlesztésnek. Megvolt az alapverzió, tényleg nincsen valós hozzáadott értéke, engem csak felbosszantott őszintén, de valószínűleg azért, mert televe is a szoftverfejlesztést azt egy másik aspektusból látom, mint az átlag felhasználó. Tehát el tudom képzelni, hogy mennyi pénzbe került, és az egészet ilyen teljes kidobott pénznek tekintem felhasználóként még bosszant is, hogy most akkor újat kell választanom. Igaz ebben benne vagy, hogy nem vagyok az a generáció, aki szereti ezeket átállítgatni. Ugyanakkor van egy érdekes plusz aspektus, méghozzá, amit múlt alkalommal beszéltünk, a Google-ös információgyűjtés, az, hogy ha ezt valóban használnák, akkor például sokkal jobban meg lehetne állapítani egy közlekedési szituációnak a veszélyességét. Hogyha sok ingerült autós van a környékeden, akkor tud figyelmeztetni arra, hogy veszélyben vagy, mert nagyon sok körülötted az ingerül. Azt gondolom, hogy ezt ikonok nélkül már bőven meg lehet csinálni a mai rendszerekben, vagy úgy értem adatbázisban kell lennie olyan statisztikai tudásnak, ami ezt képes kihámozni, mert ha arra gondolsz, hogy a legtöbb felhasználóról van historikus adatod, ahhoz hasonlítva meg tudod nézni, hogy az aktuális vezetési stílusa mennyiben tér el a szokottól, akár ugyanazon a szakaszon, akár hogyha arra a szakaszra vonatkoztatva nincs, mondjuk egy hasonlón, ezek nyilván be vannak sorolva, kategorizálva vannak mondjuk az úttípusok, és hogyha ott dinamikusabban közlekedik, vagy lassabban, akkor abból szerintem simán meg lehet ítélni az alaphangulatát, vagy azt, hogy jobban siet, vagy kevésbé. Nem, ezzel nem értek egyet, mert az túlzottan sok faktortól függ. Sokkal egyszerűbb az, hogyha bekapcsolod a kamerát, és az arcfigyelésből kitalálod, hogy neki éppen milyen hangulat. Erről a lehetőségről lemondanék. Egyébként a Waze-t lassan tényleg össze lehetne kapcsolni az OBD-s adatforrásokkal. A legtöbb autóban ezek az adatok most már OBD csatlakozón keresztül Bluetooth-on átadhatók telefonnak, és tök jó lenne, hogy a biztosítók már elkezdték gyűjteni a menetadatokat, ezt összekapcsolni az online szolgáltatókkal, és a gázpedálállást, a fake pedál nyomás erősségét és mondjuk a G-vektor, hogy hívják? A telefon giroszkópját például. Vagy csak a G-erő hatásokat, amit, de ez megvan az autónak is, ezeket is átadni. A múlt héten kapott Magyarországon egy insurtech, tehát biztosítói új technológiával foglalkozó cég, egy viszonylag nagy befektetést, Magyarországon nagy, egyébként nem nagy, hogy ilyen adatgyűjtő dobozok segítségével okos kaszkót készít, ami kaszkó a viselkedésen és a tényleges autóhasználaton alapul. Hát van egy nagyon rossz hírem ennek az insurtechnek, az Allianznak 3 vagy 4 éve van ilyen szolgáltatása. Rossz hír, de ezek ők. Ez évek óta elérhető a piacon, az az egy szépséghibája volt ennek, hogy egy 20%-os kaszkó díjkedvezményt ajánlottak, ami nagyjából pontosan fedezi azt a költséget, amiben az eszköz havi bérleti díja kerül, és egy évente ugyan spórolsz a biztosításon, nem tudom, 30-40-50 ezeret, de pont ennyibe kerül. Most erre azt mondod józan felhasználóként, hogy na bocsánat, de ezért nem adom meg az adataimat, tehát hogy ez így nem lesz jó. Ennek akkor van értelme, és annak viszont tényleg van értelme, hogyha megadod az adataidat, és cserébe ő biztosítja az eszközt, amivel gyűjti, ez engem így már nem zavar, és megadja a kedvezményt. Szerintem az viszont előremutató, csak ezt meg kéne próbálni úgy piaci alapokra helyezni, hogy a felhasználó ne fizesse azért, hogy adatot szolgáltathat neked, mert ott egy kicsit ilyen visszás a helyzet szerintem. Ezért aztán valószínűleg eddig nem is volt sikeres. De ugyanez, ha már megvan ez, akkor a biztosító mellett egyébként ezeket az adatokat megoszthatnád saját belátásod és döntésed szerint. Például a Waze-zel is, és akkor a Waze az emotikonodat, azt tudná annak megfelelően változtatni, most a szokottnál jobban nyomod a gázt meg a féket, vagy kevésbé. Így van. Most már viszont mi is lassan lépjünk a fékre. Egy rengeteg korlátozást tartalmazó adást sikerült összehoznunk. Reméljük, ez nem gátol meg titeket a hallgatásban és a feliratkozásban. Lájkoljatok! Hallgassatok minket! Shareljetek, és figyeljétek a LinkedIn oldalunkat, mert időről időre megmutatjuk azokat az ötleteket, amik ugyan zárt osztályosnak hangzottak. Úgy tűnik, valósággá válhattak. Sziasztok! Sziasztok! Csak tudnánk, mit mond a róka. Van a gyereknek egy könyv, amiben benne van a hang. Én azóta nagyon büszkén tudom, mi van az internet végetáblán túl. Az angol egyébként úgy mondja, hogy ugat, és tényleg. Igen, valóban ugat. Na de várjál, kis türelmet. Akkor elszaladok, és megmutatom neked, mit mond a róka. Meg kell találni a könyvet hozzá. Itt van. Mert egy olyan könyv, ami hangokat ad, és ebben benne van a róka. Itt van. Hallottad? Igen, kicsit a mikrofonhoz közelebbre. Ezt mondja a róka. Így. Ugyanez a Gosdú udvarban. Ismered a történetet a
két kicsi medvéről és az óriás kígyóról. Figyelj, nem 18 pluszos adást gyertünk. Bocs. Így. Kedves hallgatóink, ez egy korlátozott adás lesz, ugyanis jelenleg a zárt osztály csapata korlátozottan elérhető, meddig képtelen összeheggeszteni a gépét. Ezért gondoltam, hogy egy pár percig, amíg nem csatlakozik hozzánk, beszélek azokról, amiket az utóbbi időben a hírekben találtunk. Nemrégiben India bejelentette, hogy a TikTok, WeChat és jó néhány hasonló kínai felségjelzésű alkalmazást betilt. 59 ilyen alkalmazás került rá erre a listára, ami hasonlóan ahhoz, amikor egy autó zuhan a szakadékba benne 4 ügyvéddel, úgy lehet jellemezni, hogy kezdetnek nem rossz. Bőrt szint is megfelelően tudja beállni. Figyelj, deepfake az egyébként, amikor nem megy át az utalás azonnal? Nem az a deep fail. A Beavis és Butthead visszatér a képernyőre. Tehát, hogyha ezeket a gépeket az amerikai utasokkal tele akarják tölteni, azok lehet, hogy fel se tudnak szállni. Hát, és ha ők igen, akkor a gép nem.